És akkor zárjuk a mai adást megint az egészség témával, és ha most azt mondom, hogy ide figyeljenek kicsik és nagyok, nagyok, nagyik, unokák. Hogy tudjuk elmondani mindazt, ami egy kellemes nagyszülő-gyerek kapcsolatban az egészségre vonatkozik? Szeretettel köszöntök mindenkit, és azt hiszem, hogy ez egy olyan hálás téma, amiről megint napokig beszélgethetnénk, hiszen én azt gondolom, hogy cáfoljanak meg, ha nem igaz, hogy minden nagyi valahol azt akarja pótolni a kisunokában, amit a gyerekének nem adhatott meg, időt, energiát, szépséget, boldogságot, játékot, szeretetet. És ez így nagyon természetes. Én is nagypapa lettem, úgyhogy végül is kezdem átérezni ennek a súlyát. De nem azért választottuk ezt a témát ma, hanem azért, mert igen-igen nagy felelősség hárul a nagyikra. Nagypapákra is, de a nagymamákra még inkább. Tudják, mi ez a felelősség? Az, hogy abból a pici gyerekből olyan felnőtt legyen, amilyet ön is megálmodott. Az is nagyon fontos, tudnélik, sok nagyi elvéti a súlykot, és azt hiszi, hogy magára kéne formálni azt a gyereket. Ne felejtsék el, van ott egy mama, meg egy papa is. Tehát nagyon sok konfliktusnak az az alapja, hogy a nagyi valahogy elképzeli, hogy ő hogy szeretné nevelni azt a gyereket. Hát kedves nagymama, ne felejts el, hogy van ott egy lánya is, vagy egy fia, és hát az hagyjuk ő, meg nekik az is ő az örömüket is hagyjuk meg, hogy ők is neveljék azt a gyereket. Viszont ha ügyes, akkor pótolja mindazt, amit ők nem tudnak megadni. Glória, én már megyek is. Te elmondtál. El ne menj, elmondtál mindent. Ez a lényege, kedves hölgyek, urak, kedves barátaim, hogy amit a drága szülők nem tudnak megadni, mert most ők lóta futnak, mint amikor önnek volt a lánya gyereke, most a lánya nem tudja megadni azt mindent, meg a fia, amit kellene, tehát a nagyikra az a feladat hárul, hogy utána nézzenek, hogy ez a kölök hogyan él. Na nem nyomozás, meg ilyesmi, hanem jelekből. Ugye azt szokták mondani, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Talán a legfontosabb mégis ebből az egész nevelési históriából az, hogy megtanítsák a nagyik a illemre, a viselkedésre, a egymással történő kapcsolatteremtésre, a kommunikációra és az egészséges életre. Mert ez, amit mindenki hanyagol, vedd be ezt, vedd be azt. Miért? Mert azt mondtam. Ez nem válasz, kérem szépen. Legyen egy koncepciójuk. Legyen egy koncepciójuk, hogy mégis melyik korban mit kell kapnia annak a gyereknek. Igyanak eleget. Mennyit? Hát általános szabályként azt tudom mondani, hogy ahány kiló az illető, annyiszor 0,04 liter, vagyis hát 0,4 deciliter. Hát egy 20 kilós gyerekkel ne akarjanak 2 liter folyadékot megitatni, viszont nehogy már egy 8 decinél kevesebbet, 1 liternél kevesebbet igyon, tudnék, nekik is nagyon kell méregteleníteni. És a ivászat, ne felejtsék el, mármint a víz gyógyteja, mert ez a kettő, ami igazán ez fontos. Ez a mai gyerekeknél nem divat? Meg kell szokni. Meg kell szokni. Ön lesz a felelős, hogy mit iszik. Például gyógynövénytejákat. És megszerettetni hát, velük. És hogy... hát, ha eljönnek hozzánk a klubba, én Isten bizony megkínálom önöket, például azzal a strelax, tehát a relaxációs problémákat, stresszes, mert egy mai gyerek is stresszes, tessék már elhinni, szegények, hogy amikor a drága jó szülők, meg nagyik, összetanakodnak, hogy most sportra vigyem, vagy zongorára, most nyelvet kell tanulni, most ezt a stamaszt, stb., és mikor gyerek a gyerek. Tehát programot kell építeni. És beszéljük meg a kedves szülőkkel, tehát a gyerekekkel, hogy figyeljetek ide, ha már egyszer itt élünk egy házban, akkor kinek mi a feladata? Én szívesen vállalom azt, hogy a gyerekétek egészségesek legyenek. Hogy? Te ilyen nagy tudós vagy? Á, de hogy? Csak nézem a Te a Glóriával című műsort. Ez így igaz.
Tehát itt ebben a műsorban, és nem az én beszédem csak, hanem az összes többi kollega, természetgyógyász, vagy nem biztos, hogy az csak, előadásai rengeteget tudnának adni a gyerekeinek, az unokáinak arra, hogy hosszú és egészséges életűek legyenek. Az etetésük, ugye? Mert hogy olyan aranyos, amikor mai kis Murillo angyalka kicsattan az egészségtől, ekkora kerek a feje, meg a popója, jaj, de aranyos vagy ez a gyerek. Vagy úgy néz ki, mint egy Michelin baba, a sok kis hát hurkában. Pontosan. De ne felejts el, kedves szülő, nekem mindig igazat kell mondani, és ha fáj, akkor is kimondom. Egy elhízott gyermek soha nem lesz egészséges felnőtt. Pont. Mert rászokik a kajára, most direkt mondom a kaja szót, mert halálom. Nem kajálunk, hanem eszünk, étkezünk, táplálkozunk, bármi. Kaja az, amit úgy futtabban bekapok. De egy nagyi, és egy szülő étellel várja a gyerekét, nem kajával. Leülteti, mossálkezel. És nem kell 32-szer megrágni minden falatot, de legalább 25-ször jó, mert az étkezés az egy szent dolog. Szóval, hogy mondjam, azért étkezünk, hogy egészségesek legyünk. Nem azért csak, hogy az ízeket élvezzük, az egy plusz, az a hab a tortán. Olyat is meg kell enni, ami nem biztos, hogy annyira nagyon finom. És most nem arról beszélek, hogy a zsenge, pitypang leveleket, bimbókat, amiket szintén meg lehet enni, ha más nem salátába, vagy egy spenót, illetve csalán spenót módon elkészítve. Ezek extra dolgok, nagyon fontosak lennének, de tetszik tudni, mi az igazság? Az alapokat kell megtenni. Tehát miből, mennyit, melyik korban, hogyan elkészítve, mert hogyha agyon főzzük a legegészségesebb ételt, az ugyanolyan értéktelen lesz, mintha egy silány minőséget vásárolna. Akkor meg mi a kutyaguminak kell drága pénzen megvenni bármit? Arról nem beszélve, hogy bármit megvesz, azok az ételek ma, pláne amik előre elkészítettek, nem tartalmazzák azt, ami amire a felnőttnek, gyereknek kellene minden nap. Tehát imádom, hogy egyre több ország miniszterei, nagy orvosai, kutatói, akadémistái arról beszélnek már, hála jó Istennek, hogy akármit is eszünk, minden nap szükséges az úgynevezett bioaktív étrend kiegészítő vagy táplálék kiegészítő. Miért? Egyszerűen nincs benne az ételekben. Hát különösen mondjuk egy olyan csirkébe, aki egy négyzetméteren hatan be vannak zsúfolva, állnak ott egymás mellett, el se tudnak dőlni, sose lát napot, nemhogy kapirgálni nem tud, de tápon kívül, ugye pillanatokon belül felhízlalják, hogy ön megvegye. Tehát mit kap ebből a gyerek? És ön? Tehát nincs arra idő, hogy ennyi mindenről beszéljek egyszerre, de nagyon szépen kérem, kicsik és nagyok, nagyik és kicsik, fogjanak össze, és legalább az egészséges életre testrészes ránevelni. Ami ehhez hozzátartozik, persze a mozgás, a jó levegő, az úszás, különösen ez a mániám, de hozzátartozik az is, hogy milyen zenét hallgat, hogy hogyan alszik, hogy az ágya megfelelő helyen van-e, hogy nincsen húzat. Most nem csak arra, hogy kimérjük, mert nem mérik ki mindenki, de azt már igen, hogy az ablak és az ajtó között van-e az ágy, mert például ott nagyon gyakran előfordul a húzat. Nincs húzat? Hát és az ajtó alatt mi jön be? Oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Meg én úgy érzem, hogy sok mindent a nagyiknak van idejük észrevenni. Pontosan. Például, hogy a cipője sarkát eljárta, esetleg elvinni, hogy nincs elúttalpa. Vagy hú, nagyon közel tartja a könyvet, megnézni, hogy nincs-e valami baj a szemével. És ránevelni az önálló, egészséges életre. És most nem a kajáról beszélek, ugye direkt a kajaszót használom, utálom a kajaszót. Tehát nem az egészséges étkezésről elsősorban, hanem a tisztálkodásról, a hajmosásról, a körömtisztításról, a ruhájukról, a higiéniáról. És ha már itt tartunk,
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien érdeklődtek a bőrünk háztartásáról, a bőrünk védelméről, és nem csak az arcbőr. Olyan boldog vagyok, hogy igen, érett hölgyek, urak adnak most már magukra arra, hogy hát ha már úgy is veszek valamit, akkor minden a legjobbat vegyem bolti áron. Tehát segítek benne, hogy mitől lesz a bőre újra feszes. Múltkor megkérdezték többen is, hogy itt volt benne Annuska néni, hogy mit használ, hogy ilyen szép a bőre. Hát ugyanazt, amit a Glória, meg ugyanazt, amit én. Nem fogják kitalálni. Olyan anyagot, amiben nagyon nagy mennyiségű, stabilizált állapotú aloe barbadensis miller van. Mert amire azon ír, hogy aloét tartalmaz, az legtöbbször tudja mi. Elment egy kamion, ami aloét szállított, és már ráírják, hogy aloét tartalmaz. Arról nem beszél, hogy több mint 200 féle aloe növény van, az ilyen picikétől a fáig növő, abból csak 2-3 van, ami étkezésre is alkalmas, vagy kozmetikumokra. Hát arról meg nem beszélve, hogy a gyereknek, most kifejezetten a csecsemőktől felfelé gondolkodom, mivel fürdetik? Pakúrából készült samponokból? Nagy nevű márkás cégek is. Mert ez megjelent ez az információ már sok helyen, és mivel, hogy még mindig megjelenhet, ennek az a következménye, hogy nem titkolják, hogy valóban ez van. Hát akkor miért kenünk a bőrünkre olyan anyagokat, ami effektív, tudjuk, hogy ártalmas neki? Hát a bőrünk a legvédtelenebb területünk, hiszen amit megeszünk, ott a máj méregtelenít, és egy csomó minden más, rövid az idő, de a bőrünkön keresztül, ami rákerül a bőrre, az előbb-utóbb behatol a bőr hét rétegén keresztül, és szabadon bemegy a testünkbe, mérgezi. Hát akkor miért ne vegyünk olyat, ami nemhogy mérgezi, hanem szebbé teszi, jobbá, fiatalossábbá, üdébbé. Hát egyszerűen megáll az ütő bennem komolyan, amikor azt látom, hogy gyerekek ilyen 2 literes barna flakonnal jelennek meg az iskolába. Miért nem tetszik neki olyat csinálni, hogy otthon főzök neki egy gyógyteját, amit nem kell neki tudni, hogy ez gyógyteja, csak finom legyen. Tetszik tudni, mitől finom? Majd megsugom, tessék megkérdezni. Ott vagyok, hát gyógynövény szakértő is vagyok, vagy mi a túró. Hát azért vagyok, hogy segítsek. De kérem, apropó, ha már itt tartunk. Nagyon köszönöm, hogy nagyon sokan telefonálnak. De Isten szerelmére, ez naponta 30 telefon minimum. Most, ha mindenki elmondja az ő élete történetét dióhéjban, az ugye 10-15 perc, mikor fogok segíteni az embereknek? Mikor tudok dolgozni? Tehát a telefon arra való, köszönöm a kedves megkeresést, és megbeszélünk egy időt, amikor 50-60 percet tudunk beszélgetni egymással személyesen. És nem kell most elmondani mindent, hogy mi a bajom, mert mire eljön 2 hét múlva, vagy 1 hét múlva, úgyse emlékszem már rá. És én nem ülök állandóan az íróasztal mellett, és írom a problémákat, hanem hol az autóba, hol a boltba, hol az iskolapadba. Hát a telefon egy bejelentkezésre való. Így van. De ezzel együtt nagyon szépen kérem, a kérdésük van, röviden, tömören szívesen válaszolok, de anamnézist, hogy most mondjam meg, hogy mi az ő baja, és hogy mit kell rá használni, ez csak személyesen. Visszatérve a kicsikre és a nagyikra, fogadják meg azt, és azért kértem a Glóriát, hogy most legyen ez az idő. Most vagyunk az utolsó nyári napokon. Még vigyék ki azt a büdös kölköt, amennyire csak lehet, élvezze a napot, szívja magába a D-vitamint és egyebeket. De már most fel kell készülni. Időben szóltam, rengeteg tanúm van, hogy átvészeljék a megfázásos időszakot, az influenza járványt és a többit. Mit kell ehhez tenni? Elsősorban az immunt kell megerősíteni. Hogy nyáron kaptak rengeteg gyümölcsöt meg napot? És meddig tart az? Csak mondok egy példát, a B-vitamin, ha most megette valamelyik gyümölcsből, 8 órán belül kiürül a szervezetből. Bezony. És miért kell a B-vitamin? Például, hogy az a unoka az oviba iskolába egyetemen jól fogja a agya, hogy az izomzatai ne görcsöljenek be. A B6 vitaminról beszélek egyébként. De beszélhetnék a B12-ről, a folsavról és egyebekről. De könyörgöm, most ne szaladjon be a boltba és kérjen ilyeneket,
kérjen szaktanácsot. Ha az autó gumija kidurrant, ne hozzám forduljon. Viszont ezekkel a kérdésekkel ne az autószerelőt kérdezze meg, mert nem fog megfelelő információt kapni. Én azért vagyok, hogy segítsek, ahogy eddig, ezután is nagy szeretettel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tibor. Egy mondatra maradt időnk, mert azért elárulom, hogy a Tibor mindig mindenhol próbál segíteni, és ma délelőtt egy nagy sajtótájékoztató volt a Babaváró programról. Hát megint a Babaváró program, tudnék, nem akarok senkit rémiszteni, de e század végére kihal a magyar nemzet, ha nem születik több gyerek. Miközben szeretjük a gyerekeket, és hogyha így neveljük őket, akkor sok boldogság lesz szülőnek, nagyinak, mindenkinek. Tehát a Babaváró programnak az a lényege, hogy olyan gyerekeket szeretnénk élve köszönteni és nevelni, akiket egyébként az anyukájuk elvetetne. Ebben próbálunk olyan megoldást találni, amikor gyakorlatilag lehetőséget adunk arra, hogy valahova be tudjon költözni az a kismama, ha azt akarja, hogy felnevelje azt a gyereket. Évente 30-50 ezer abortusz van. Ha ezeknek a 10%-át meg tudnánk menteni gyermeket, akkor újra emelkedik a születések száma. Párt és mindentől semleges a Országos Trianon Társaság, amelynek égisze alatt fogjuk üzemeltetni ezt a Babaváró program keretében a Árpád-házi Szent Erzsébet anya és csecsemő otthont. Egyúttal, ha már mondtad, tényleg a sajtótájékoztatóról készült egy videófilm, javaslom, hogy nézzék meg. Annyit kell beütni a YouTube-ba, hogy Dr. Drábék János és Éliás Tibor, a többit már ki fogja dobni a gép. Ez egy durván közel egy órás film, nézzék meg végig, higgyék el, hogy megéri. És hogyha szabad egy ilyen szerénytelen kérdéssel fordulni, ennek az otthonnak a berendezését teljes egészében ellopták. Ha van felesleges bútor, textília, bármi, amivel segítenének abban, hogy vagy anyagi támogatás, hogy ez a otthon valóban otthon legyen, és jól érezze ott maga mindenkit, akkor szeretettel várjuk ebben a kérdésben is a megkeresést. Köszönjük szépen, és hát ennyi fért ebbe a mai Te a Glóriával adásba. Remélem, hogy nagyon jól éreztük együtt magunkat. Amit még szeretnék elmondani, hogy mindenkit szeretettel várunk a Te a Glóriával nézői klubra, de hívják a 0629-340-330-as telefonszámot, és jelentkezzenek be, akik el akarnak jönni. Még van hely, mindenkit szeretettel várok. Nagyon sajnálom azokat, akik nem jutottak be a Titkok ajtaja című japán estre, de ott én csak egy meghívott művész vagyok, nem rajtam múlik, hogy mikor telik be a terem, úgyhogy ne rám haragudjanak, és biztos lesz még máshol is, máskor is ilyen előadás. Amit még szeretnék mondani, ha már így együtt vagyunk, hogy akik most látnak engem, azok látják a hatos csatornát. Tudom, hogy nagyon szeretik, sok dicsérő szót kapunk, de azt kérem, hogy barátaikat, ismerőseiket kérdezzék meg, hogy te is látod. Sokan panaszkodnak, hogy állítólag náluk van, de ő nem tudja behívni a távirányítójára. Segítsünk azoknak, akiknek ez bonyolult. És mindenkit kérek, hogy forduljon közvetlen a saját fejállomás szolgáltatójához, legyen az bármelyik tévéadást közvetítő fejállomás, mert őtőlük kapnak a legtöbb információt arról, hogy hogyan láthatnak minket a hatos csatornát. Kérdezzenek rá, biztos, hogy ott is sok segítséget kapnak. Aztán, amit még szeretnék mondani, ne felejtsék el, október 2-án szavazunk. Én arra kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni. Hogy hogyan szavaz, a szíve joga. De az, hogy egy felelős magyar ember ilyen esetben elmegy, és dönt, és odaírja a saját véleményét, azt hiszem, hogy ez alapvető állampolgári, vagy egyszerűen magyar kötelességünk. Úgyhogy 2-án menjenek szavazni. És akkor most már tényleg búcsúzom önöktől. Egészségükre,
és az ismétléseken várom önöket, a jövő héten pedig új műsorral jelentkezünk.